természetben számos élőlény, növény, állat és rovar él különös, egymásra utalt közösségben. Ezek közül egyik látványos jelenség a tengeri rózsák és a színpompás bohóchalak együttélése. A viaszrózsa, mint tengeri virágállat, veszélyes ragadozó, mivel csápjai végéről mérgező csillósejteket tud kilövelni, amivel a hozzájuk érő apró rákokat, halakat elriasztja vagy elpusztítja. Ez alól a bohóchalak kivételek, sőt menedékre lelnek a viaszrózsa karjai között, és be is költöznek oda. Itt friss vízzel tisztítják meg a törmelékektől a gazdaállatot. A békés együttélés kiderítésére már több elmélet is született. Az egyik szerint ez a kapcsolat az első érintést követően a bohóchalak testét borító nyálkahártya megváltozása következtében alakul ki. Egy másik kutatás szerint a békés együttélés a fokozatos megismerés alapján alakul ki, amelynek eredményeként a viaszrózsában lakó bohóchal még védelmezi is otthont adóját a támadókkal szemben. Ez a jelenség a közeli Adriai-tengerben is megfigyelhető, ahol a virágállatok egyes rákfélékkel és az apró gébekkel élnek szimbiózisban. Ez a kötelék azonban nem olyan szoros, mint a trópusi fajoknál, mivel mind a rákok és a gébek is, valamint a viaszrózsák külön-külön is megélnek.